Ez a Kérdezzen Nógrádi Györgytől mai adása. Köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás. Nógrádi György meg ezúttal a Nappalinkban. Jó napot kívánok, tanár úr, is köszöntjük. Kívánok. Köszönöm szépen. Az történt, hogy túl vagyunk egy dedikálásnak az első felé, jó sok könyvet írtunk alá, és jövő héten lesz még egy, ugyanis közben kijött egy új könyv. Ezt az a címe, hogy Természet, Művészet, a tanár úr írta. Nem, hál' Isten. Nógrádiné Kis Magdolna feleségem írta, ez élete első könyve. Én átnéztem, csodálatosan szép, és ma jelent meg a Kossuth kiadónál. Tényleg egy nagyon jó művészeti könyv, élete legjobb alkotásai vannak benne, van hozzá egy előszó, vannak leírások, a könyv nagyon jó. Én tisztelettel kérek mindenkit, hogy vegyen belőle, 5500 forintba kerül ez a hivatalos ára. És ezt az ultrahangon keresztül is lehet rendelni úgy, hogy ráadásul akik rendelnek, ajándékba kapják a Városligettől Zanzibárig könyv felét. Ugyanis féláron kapják a Városligettől Zanzibárig című könyvnek a felét, és egyébként Nógrádiné Kis Magdolnával a napokban az Ultrahang csatornáján lesz egy interjú, mert hogy sokan szokták kérdezni, hogy a tanár úr felesége olyan-e, mint a Kalambó felesége. Egyébként el kell, hogy mondjam, hogy nem, mert ami a tanár úr a biztonságpolitikában, az Nógrádiné Kis Magdolna, aki tudatosan nem azt mondom, hogy a tanár úr felesége, mert az szerintem ebben a helyzetben nem a tanár úr miatt, de kicsit méltatlan lenne, hanem hogy tényleg nagyon-nagyon érti a művészettörténelmet, a művészetet. Én is voltam már vele kiállításon, és rendkívül nagy tudással rendelkezik, és maga is kiváló alkotó, úgyhogy tényleg érdemes lesz megvásárolni ezt a könyvet. Valahol már voltunk, ahol közölték, hogy ő a művésznő férje, tehát én ebben a státuszban szerepelek. És jövő héten csütörtökön, tehát december, na, ezt most nehéz lesz megmondani, de mához egy hétre, akkor december 15-én lesz a következő dedikálás. Ez azt jelenti, hogy még karácsonyig mindenkihez odaérnek a könyvek. Ez a mostani Természetművészet című album is egy kiváló ajándék lehet egyébként. És megjelent az Orosz-ukrán háború a színfalak mögött című könyv is, amit én írtam a tanár úr közreműködésével. Ez is rendelhető, kijött már a nyomdából, úgyhogy ez is a rendelést követően egy-két napon belül meg is tud érkezni a kedves hallgatókhoz. És ezt hogy fűzem hozzá, hogy rengeteg kiváló biztonság. Politikai szereplő, egyetemi tanár, kutató szerepel ebbe a könyvbe, tehát aki egy általános képet szeretne az orosz-ukrán háborúban, megkapja különböző nézeteket, előrejelzéseket, és ebből lehet látni, hogy melyik az előrejelzés, ami bejött, és melyik az, amelyik nem. Na, akkor most pedig beszéljünk további előrejelzésekről. Jobban mondva, először ne is előrejelzésről, hanem egy nagyon érdekes hírről, méghozzá tegnap a tanár úr is küldött egy SMS-t azzal kapcsolatban, hogy katonai pucs volt Németországban. Én is figyeltem a híreket, és elsőre úgy tűnt, mintha néhány ilyen fura szélsőséges randalírozott volna, vagy készült volna valamire, de ha jól értem, akkor ez az ügy ennél sokkal komolyabb. Mi történt valójában? 24 órával vagyunk túl az eseményeken, tehát nagyon sok minden, amit mondok, az feltételezés. Egy, kezdjük azt, hogy Németországban a szélsőjobbnak rendkívül komoly szerepe van. Kettő, Merkel, és nem tudom, mikor lesz lehetőség egy elvi beszélgetésre, a CDU-t bevitte középre. Óriási űr maradt a jobb oldal helyén. Ide bement az AfD, de az AfD az alternatíven Németországért párt, ezt nem tudja betölteni. Az AfD egy-két szárnya rendkívül közel kellett a fasiszta mozgalmakhoz. Három. Megjelent egy szervezet 20 000 taggal, és ez nem túl vicces, mert 20 000 ember még Németországban is tömeg, a következő követelések egy. Térjünk vissza a Bismarcki politikához. Most nekem ez azért furcsa, mert én Bismarckkal éveken át foglalkoztam, zseni volt a maga korába. De 2022 telén azt mondani, hogy térjünk vissza 1890-hez, 71-hez, 64-hez, tehát a dán háborúhoz, 66-hoz, a osztrákok elleni háborúhoz, a franciák elleni háborúhoz, ez utópia. A másik követelése a pártnak az volt, hogy térjünk vissza az 1937-es határokhoz. Lehetetlen, ez világháború. Én most amerikai dokumentumok tömegét olvasom, mert készülök egy ilyen könyvet írni, és megdöbbentem, soha nem hittem volna, hogy annak idején de Gaulle utód a Pompidou, és minden más francia államfő azt mondta, ha baj van,
ők elfoglalják Németországot. Na most akkor, amikor megkötik az örökbarátsági szerződést, amikor ténylegesen Adenauer és de Gaulle kibékülnek egymással, minden francia államfő azt mondja az USA-ba, hogy nem bíznak a németekbe. Amikor fölveszik Nagy-Britániát az Európai Unióba, akkor azt mondják, hogy azért kell belépni Nagy-Britániának, hogy együtt lépjenek föl a Willy Brandt-féle keleti politikával szembe. Tehát tényleg rendkívül érdekes a helyzet. Na most ez a mozgalom azt mondta, hogy ő összegyűjt frekventált fontos embereket. Oké, kiket? Volt országgyűlési képviselő, volt bíró, volt katonatisztek, és ez egy életveszélyes játék. A különleges alakulatokból tisztek volt, köztük ezredes, és egy hatalom átvételre készültek. Na most nekem két dolog érdekes itt még az egyik, hogy úgy készültek hatalom átvételre, hogy fölrobbantják a német elektromos rendszert. Tehát magyarul azt csinálják, amit az oroszok Ukrajnába. Elgondolkodható. A másik, hogy a példájuk az, hogy Trump felhívására megtámadták az emberek a kongresszust. A válaszom igen, de ők se értek el semmit, kettő. Szörnyű, nehéz a kérdés. Tehát a problémám a következő. Most a mozgalom vezetőit letartóztatják, ilyen-olyan ítéletet fognak kapni. Elgondolkodik a német politika? Tehát mi az, ami miatt egy viszonylag széles társadalmi bázisa volt ennek a mozgalomnak? Az egyébként hogy lehet, hogy ebben volt AfD-s politikus, bíró, meg egy csomó? A bíró is korábban AfD-s politikus volt. Tehát azért látni kell, hogy itt a parlamenti jobboldaltól jobbra lévő erők jöttek össze nagy számba. Mi az elvük, hogy Németország nem független? Ez csacsiság, hogy Németországban nem került sor a II. Világháború utáni békére. Hát egy kicsit figyeltek volna, rengeteg ilyen szerződés volt, ahol folyamatosan Németország visszakapja a szuverenitását. De a lényeg az, hogy széles társadalmi bázisuk volt. Egy, nekem meggyőződésem, hogy a német titkosszolgálat beépült. Kettő, a kérdésem az, hogy miért most tartóztatták le őket, erre soha nem lesz válasz. Három, kik voltak azok, akik beépültek, erre megint soha nem lesz válasz, de a mozgalmat szétverték. Az én problémám. Mikor veszi észre a német politika azt, hogy a jobb oldalon egy óriási lyuk van, hogy a lakosság garanciát akar a biztonságra, nem óhajtanak több migráns. Tudom, hogy amit mondok, rengeteg embernek nem tetszik. De hát Németországba bejövő migránsok száma most nagyobb, mint 2015-ben, és a bejövő ukránok döntő része nem akar dolgozni, és nem tud integrálódni. Mennyien fognak a háború után visszamenni, ezekre nincs válasz. Tehát az én problémám az, hogy a német politika levonja azt a konzekvenciát, hogy a hárompárti kormányzás a 60-as évek óta iszonyan akadozik, rendkívül sok társadalmi kérdésre és fontos kérdésre a német politika nem ad választ, és a lakosság színre lépett az igényeivel. Na most a lakosság igénye nyilván nem a szélső jobb oldal, de ma a német lakosság döntő része nem akar migránst. A lakosság döntő része orosz-ukrán fegyverszünetet és békét akar. A lakosság döntő része nem akar több szankciót. Ezt a német politika eddig nem vette figyelembe. Azt mondja, hogy a lakosságnak a döntő része elutasítja az orosz-ukrán háborút meg a szankciókat, mert ezzel kapcsolatban ellentmondásos adatok jönnek Németországban. Ha megnézem a legjobb adatokat, ma a német lakosság fele orosz barát, fele ukrán barát. A német rádió, televízió, sajtó, a média egyértelműen ukrán barát. A lakosságnak nem ez a véleménye. Azzal együtt nem ez, hogy mindenütt azt kapja, hogy a oroszok agresszorok, ami igaz, ukránok áldozatok, ebbe be lehetne menni, mert ez nem ilyen egyértelmű. A másik, amin gondolkodtam, hogy vajon ez a, térjünk vissza Bismarcki rendszerhez, akkor ez a államformával kapcsolatos kritika, vagy az államnak a vezetőivel kapcsolatos kritika? Mind a kettővel, mert a vezetőjük egy 71 éves arisztokrata kancellár akart lenni. Na most nem így működik. Tehát Németországban azért vannak nagyon jó titkos szolgálatok. Kiváló hadsereg. Bele lehet menni ez a Bundeswehr, milyen kiváló, tisztázók. A német rendőrség, a bűnügyi rendőrség, a Kripo, kriminálpolicáj, kiváló. Tehát nyilvánvalót ezeknek az embereknek nagy esélyük nem volt. Nyilván minden szinten lehallgatták őket, követték őket, beépültek közéjük, stb. Tehát amikor ez a mozgalom megindult, akkor látszott, hogy a politikai realitásokat nem ismerik. A másik, ami ilyenkor felmerül, hogy ez egy erőtlen pucskísérlet volt, ami már alapból kudarcra volt ítélve, vagy
akár sikerülhetett is volna. A válaszom, hogy ha nem lép közbe a német titkosszolgálat, rendőrség, ügyészség, akkor se sikerülhetett volna. Nincs társadalmi bázisuk, tehát ma a német nép ezt elutasítja. Lehet, hogy a 20 ezer tag mellett még lett volna x 10 ezer szimpatizáns, de ez a kisebbség, ez a lakosság töredékének a töredéke, tehát az én megítélésem szerint valós esélyük nem volt. Ugyanakkor van annak üzenetértéke, hogy ilyen pont Németországban történik, amit azért általában egy politikailag, gazdaságilag stabil országnak szoktunk gondolni? A válaszom az, hogy igen, mennek fel az árak, csökken a lakosság életszínvonala, infláció van. A hivatalos német inflációs ráta egy hónapja 9,9% volt, ami óriási. A következő pedig az, hogy a német lakosság szeretne normálisan élni, és látja azt, hogy az ő életszínvonala évről évre csökken, és ezt nagyon nehéz lenyomni a torkán. És tényleg csökken? Tényleg csökken. És ez miben nyilvánul meg? Hát a válaszom az, hogy én 88 óta több mint 1000-szer voltam Németországban. Ha megnézem az euró bevezetését, amiből Németország profitált, egy óriási inflációt hozott. Ha megnézem azt, hogy az intézmények szegényednek, ha megnézem azt, hogy milyen munkabér harcok vannak hetente, hónaponta, évente, tehát ez végigmegy a német történelme. Ha megnézem a munkanélküliek számát, ha megnézem a migránsokat, akik nem tudnak integrálódni, mindegyik azt a folyamatot mutatja, így nagyon sok minden nincs rendben. Egy nagyon hülye példát hagyjak. A német belügyminiszter tegnap nyilatkozott egy szociáldemokrata hölgy, okay, de előtte elment tárgyalni Katárba. És Katárba elment egy kivágott ruhába. Nem hiszem el, hogy nincs mellette egy tanácsadó, aki azt mondja, hogy ne menjen kivágott ruhába. Szerint ez tudatos volt, vagy buta? Én nem merem a buta szót egy német belügyminiszterre mondani, biztos, hogy nem volt tudatos. Ugye Annalena Baerbocknál is láttuk, hogy kivitette a feszületet valamelyik teremből, hogy ne zavarja a tehát, hogy van egy csomó ilyen kulturálisan igen, is érdekes ő is a dolog. Zöldekhez tartozik, akik most másodszor vannak kormányon, és azért megint csúnyát hagymiak. Az első zöld kormányban volt egy karizmatikus politikus, aki Magyarországról vándorolt, aki a szülei, Jóska Fischer. Itt ilyen nincsen. A Habeck rengeteget dolgozik. Én látom azt, és már elmondtam, hogy egy év alatt mit öregedett. Az Annalena Baerbock nagyon csinos, járja a világot, aranyos, egetverő csacsiságokat csinál, sajnos. Ha már Németország, Angela Merkel nyilatkozott úgy a napokban, hogy a Minszki megállapodásnak a célja az volt, hogy Ukrajnát felfegyverezzék, és hogy ezt a célt tulajdonképpen elérték. Elég erős mondat ez a volt kancellártól. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ők átverték Putyint? Nem, ez azt jelenti, hogy ma Merkel mindenképpen igazolni szeretné a saját szerepét, nem akarja azt, hogy elítéljék azt, hogy az ő külügyminiszterét heteken át, aki ma államfő, Frank-Walter Steinmeiert nem engedték be Ukrajnába, rendkívül megalázták. Ez azt mutatta, hogy Merkelt is megalázták. Tehát Merkel azt szeretné bizonyítani visszavonulása után, hogy az ő politikája alatt Ukrajnát felfegyverezték, nem igaz, Ukrajna megkapta a modern technikát, nem igaz. Annyit látni kell, hogy a valóságban a Minszki megállapodást, ez Oroszország, Ukrajna, Franciaország, Németország soha senki se tartotta be. Oroszország sem, mert Putyin a sérelmeknél mindig azt mondja, hogy ők be akarták. Természetesen mind a négy fél azt mondja, hogy ő be akarta és megtette volna, ha piros hú esik, és a többi, de ezt a megállapodást mind a négy fél úgy értelmezte, hogy neki jó, és ebből nem következett egy általános béke, ami a cél lett volna. Csak hogyha Merkel bemond egy ilyen mondatot, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen lesz a bizalom a esetleges majd tűzszünet meg békével kapcsolatban, ha már úgy futnak neki, hogy hát amúgy lehet, hogy ezt be se kell tartani. Hát a 1990 óta, 91 óta Ukrajna létrejöttétől megkötött nemzetközi szerződések, Minszki megállapodás, budapesti szerződés, ezt senki nem tartotta be. Most el lehet mondani, ki, mikor, mit, miért nem, de ez a lényege nem változtat. Most egy olyan tárgyalás kellene, ahol valóban betartják, de erre megint semmi garancia nincs. Csak milyen érdekes, hogy a nyugat általában a nemzetközi joggal érvel, azt mondják, hogy azért nem lehet engedni, amit Putyin csinál, mert akkor precedens teremtene az autonómiával kapcsolatos törekvésekre a Donbass területén. Aztán ezzel párhuzamosan meg, ha meg vannak nemzetközi jogi szerződések, azt sem tartják be, akkor minek ennek ekkora feleket keríteni? Egy, nyugaton is szakemberek vannak, akik hosszú távon szeretnének jól élni. Kettő, az autonómia Donbassban lekerült a napirendről, mert Putyin ezeket a területeket már be akarja kebelezni. Tehát máshogy fogalmazva a nyugati érvelést az idő ugyanúgy túl hallatta, ahogy a Putyin érvelést. Itt kezdődnek az én problémáim. Milyen békében
béke lesz, mikor lesz béke, ki garantálja, mi lesz Ukrajnával, mit tud elvenni Oroszország, mit tud visszaszerezni Ukrajna. A két fél közt olyan zsigeri gyűlölet van ma, hogy ma egy valós tartós béke kicsi eséllyel van. A Stoltenberg tegnap mondta, hogy ma orosz-ukrán fegyverszünet és béke kizárt. Én nem mondom, hogy kizárt, én azt mondom, hogy ez valószínűsége sajnos minimális. Meg ráadásul, ha esetleg lenne egy fegyverszünet, vagy egy béke, ki lenne a békefenntartó, a NATO? Hát akkor ugyanúgy NATO csapatok lennének Ukrajnában. NATO kizárt, Oroszország kizárt, Egyesült Államok, mint NATO tagja kizárt. Amit ön mond, az csak a kételyeket növelni, és semmi mást. Az elmúlt 24 órában a lengyelek bejelentették, hogy mégis átveszik a német Patriot rakétákat, mert Németország nem volt hajlandó hozzájárulni, hogy Ukrajnába tovább vigyék őket. Elképesztő sok minden történt, a hadianyag mindkét oldalon, mindkét oldal közül, hogy a másiknak már semmilyen nincs, ez nyilvánvalóan megint enyhén szólva hazugság, tehát nem mennek előre a dolgok. A frontokon 3 kilométeres mozgások vannak, ami nem jelent stratégiai változást. A frontokon nem, de a kritikus infrastruktúrát viszont támadják. Volt olyan nap, amikor több ezer rakétát lőttek ki többek között Kijev felé. Így van. Ez azt jelenti, hogy szétverik a ottani elektromos rendszert, és általában víz és egyéb ellátót. Ez azt jelenti, hogy a lakosság szenved, közeledik a tél, már mínusz van Ukrajnába. Az orosz cél egyértelmű, a lakosságot olyan helyzetbe hozni, hogy kényszerítse Zelenszkit a fegyverszünet és békére, ez eddig nem következett be. Azt látom, hogy abban van vita a biztonságpolitikai szakértők között, hogy vajon meg lehet-e törni az ukrán lakosságot a kritikus infrastruktúra támadásával. Ön mit gondol erről? A világ minden lakosságát meg lehet törni egy pont után. A kérdés mindig az, hogy hol van ez a pont. Az, hogy két orosz stratégiai bázist lőtek ukránok, amit nem ismernek el, ez azt jelenti, hogy az ukránok nem tartják be az ígéreteiket, amit többek között az USA-nak tettek, hogy nem támadnak orosz bázisokat, de azt is jelenti, hogy a orosz területek védtelenek, tehát a ukránoknak komoly lehetőségeik vannak a támadásra. Azt látjuk, hogy egyre több a különböző érdekes támadás. Ez lezuhan, az lezuhan, ide becsapódik valami oda. Ezek balesetek, vagy tudatos támadások? A válasz az, hogy a kettő kombinációja rendkívül sok a rakétacsapás, a dróncsapás. Ezek egy részét tényleg a ukránok le tudják szedni. Nyilván sokkal nagyobb százalékot mindannak, mint a valóság. De ha megnézem, az áramellátás fél órával ezelőtt olvastam, akadozik. A Zelenszky bejelentette, hogy soha nem fog a 100%-os áramellátás visszatérni, ami a háború előtt volt. A lakosság szenved, és meglátjuk, hogy ennek hol lesz a határa. Tegnap készítettem egy interjút Novák Andrással, aki Moszkvában és Szocsiban tartózkodott a Rosszatom meghívására, a megbízás nem freudi elszólás volt, tényleg meghívására, és elmondta, hogy ő azt tapasztalta az országban, hogy a szankcióknak gyakorlatilag semmilyen hatása nincsen Oroszországra. Lehet, hogy ő ezt tapasztalta, van. Csak nem akkor, amit a nyugat mond. Tehát ténylegesen bizonyos csípek hiányciket, bizonyos hadipari termékeket nem lehet előállítani, bizonyos luxuscikkekben hiány van. A jó minőségű autókba beépített bizonyos alkatrészek, GPS egyéb hiányoznak. De abból itthon is hiány van. Reméljük néhány nap múlva kevésbé, lásd, benzin, dízel, de hát azért azt látjuk, hogy ettől Oroszország működik, tehát a szankciók sokkal jobban sújtják Európát, mint Oroszországot, és ha valaki figyeli, az oroszok már bejelentették, hogy olcsóban adnak kőolajat Pakisztánnak, Indiának, Kínának, tehát a orosz export megváltozott, és nyugatról kelet irányra váltott. Na mindezzel együtt csak azt szeretném kérdezni, hogy vajon eljöhet-e az a pont, amikor a szankcióknak a hosszú távú hatása is érvényes, és egyik pillanatról a másikra meg mégiscsak belerem meg Oroszország, vagy már annyira gyakorlottak a szankciókban, hogy tudják, hogy kell kijátszani? A válasz az, hogy egy szankciók voltak Oroszország korában Szovjetunióval szemben évtizedeken keresztül, kettő, tökéletesen tudják, hogy kell kijátszani, három, elő soha nem fognak beszélni, négy, mindig lesz néhány ország, amelyik plusz pénzért a szankciókat kijátsza. És melyek ezek az országok? Nem emlékszem. Ami még szintén ennek a témának a kapcsán gondolkodtam, az viszont az ukrán helyzet, hogy látjuk azt, hogy egyelőre megy a pénz továbbra, és folyamatosan megszavazzák a különböző politikai döntéshozók. Igen, csak tegnap kijött egy interjú, és én ledöbbentem. Egyetlen magyar újságban se láttam, hogy leírták, hogy Ukrajna eddig 40 millió dollárt adott amerikai lobby cégeknek, hogy küldjenek fegyvert Ukrajnába. Mondom magyarul, az amerikai pénzt Ukrajnába visszaküldik, megvesztegetnek emberek,
embereket vele, és ettől kezdve még több fegyver jön. Érdekes, hogy a világ nem figyelt oda. Ukrajna abszolút padlón van, tehát teljesen reménytelen a gazdasági helyzete, a nyugdíjakat, béreket csak nyugati pénzekből tudja fizetni, és azokat soha nem fogja visszaadni. Érdekes, amit mond. Tehát, ha jól értem, az USA küld segélyt Ukrajnának pénzformában. Így van. Az valahogy valakiké lesz, az nagy kérdés, hogy mert ugye Ukrajnában nincs korrupció, tehát nyilván teljesen Zelenszkij bejelentette, hogy nincs, most ez a világ egyetlen állam, ahol nincs, igen. És akkor azt utána kifizetik amerikai vagy mondjuk ukrán lobbisták amerikai döntéshozóknak, hogy szavazzanak arról, hogy több pénz jöjjön? És amerikai lobbistáknak, hogy érjék el, hogy több fegyver jöjjön vissza. De végül is ez a pénznek az egészséges körforgása, nem? Hát ha így tekintem, igen, de ha úgy tekintem, akkor ez a legmocskosabb korrupció. Azért jó, mert most az én arcomat nem látják, csak a tanár úrét, így nem tudják eldönteni a hallgatók, hogy komolyan gondolom-e, amit kérdezek, vagy sem. Úgyhogy ez így egy... A kommentekből meglátjuk. De jók a kommentek. Viszont ezzel párhuzamosan itt tél van közben, az ukrán lakosságnak láthatóan rossz a helyzete. És megint csak azt kérdezem, amit tudom, hogy sokszor megkérdeztem, de így, hogy haladunk előre, hogy miért nem ülnek letárgyalni? Mert a két fél stratégiai koncepciója ütközik, mert Zelenszkij azt teszi, amit a nála lévő amerikai és brit tanácsadók mondanak, és Ceausescu alatt volt egy nagyon hülye víz, de ez igaz Ukrajnára, hogy igaz, hogy nyára az életszínvonal 50%-a javulni fog, igen, mert télen fáztak és éheztek, nyáron csak éhezni fognak, de szörnyű. De hogy tényleg ez a realitás? Persze. Viszont az USA meg az elmúlt napokban azért mintha adott volna diszkrét jelzéseket azzal kapcsolatban. Ugye Biden is azt mondta, hogy ő hajlandó lenne Putyinnal tárgyalni a békéről. Igen, csak egy. Most foglyokat cseréltek, kettő. A NATO katonai európai parancsnoka és a orosz vezérkarfőnöke találkozott. Három. A Rosszatom és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetői találkoztak. Négy. Egyiptomba fegyverzett korlátozási tárgyalások vannak. Öt. A Biden nagyon föl kell egy ilyen tanácskozásra készíteni, mert szellemileg nincs a topon. Na és akkor egy más téma, energetika, és tudom, hogy a tanár úr belpolitikai kérdésekkel nem foglalkozik, ezért nem is fogok belpolitikai kérdést kérdezni ezzel kapcsolatban, bármennyire is nagy a kísértés, hanem inkább azt kérdezném, hogy az Európai Unió hozott egy olyan döntést, hogy februártól az orosz feldolgozott nyersanyagot sem lehet tovább értékesíteni, még az Európai Uniós tagországokon belül. Szóval, hogy én úgy tudom, hogy az Európai Unió az eredetileg egy gazdasági közösségként indult, pontosan a kereskedelem elősegítése érdekében. Ez az ügy, meg ha jól értem, egy ilyen inkább morális, meg ideológiai alapokon álló gazdasági, politikai döntés. Mi ennek az értelme? Az, hogy Európa bármi áron sújtsa Oroszországot, a brüsszeli vezetés, amelyik Washingtonra tekint, egyértelműen Washington óhaját közli az oroszokkal. De nem lehet, hogy ezt túl teljesíti a brüsszeli vezetés, és valójában, mert még Washington sem kér ilyeneket. Mert Washington tökéletesen tudja, hogy mi az amerikai nemzeti érdek, és Washington tökéletesen tudja, hogy például orosz nyersanyagok nélkül az amerikai atomerőművek működésképtelenek. A brüsszeli vezetés ezt nem veszi figyelembe. Egy megjegyzés. Áprilisban leáll a három utolsó német atomerőmű. Hogyan tovább? Tudom, megállapodások van a franciákkal. Meddig? Ezek horribilis pénzbe kerülnek. Honnan lesz például? Mert ugye pont Novák András mondta, hogy a Rosszatom azt azért hangsúlyozta, hogy az urán szállítás az nem állt le, és hogy ezekbe az erőművekbe az uránt továbbra is, meg a nukleáris fűtőanyagot továbbra is szállítják. De ez nem egy teljesen irreális dolog, hogy miközben azt szállítják, az olajat meg még feldolgozva sem. Persze, mert pontosan megvan, hogy kinek mi az érdeke. Az, hogy leállnak az atomerőművek, az senkinek nem az érdeke, mert katasztrófához vezetnek. És az, hogy ne legyen dízel, meg a... Most senkit nem érdekel. De miért? Mert beszerzik 6-szor drágább áron, és ezen mindenki keres. Akkor lehet, hogy ezen keres valaki? Nem, ezen nagyon sokan keresnek. Például ki? Például az amerikai exportálók, például az európai importálók, a nagy kereskedők is lehet folytatni. Ugye ön szokta elmondani azt, hogy Ursula von der Leyen, ez most gáz, de hogy már januárban berendelt jó sok palagázt. 120 hajónyit. Ami korábban nem ennyi volt. Vagy... Soha nem rendelt korábban, hiszen orosz gáz jött. És akkor lehet, hogy Ursula von der Leyen ennyire elővigyázatos és bölcs stratéga, hogy előre felkészült arra, hogy baj lesz? Ő tudta azt, amit Európában senki, hogy a orosz gáz nem jöhet.
Ő tudta azt, hogy csak időkérdése, hogy az északi áramlat 1 és 2-es vezeték leáll. Ő tudta azt, hogy az orosz háború bekövetkezik, és ennek következményei lesznek, de ezek szörnyű dolgok, mert ezek a döntések Európát, előbb mondtam, sokkal jobban sújtják, mint Oroszországot. Tehát egyszer érdemes lenne Ursula von der Leyen szerepét vizsgálni, soha nem fogják. Pedig mi most így egy beszélgetésben megvizsgálhatnánk. Igen, csak ennek semmi jogi következménye nincs. Max ránk nézve. Igen, ránk nézve, igen. Ursula von der Leyennek az alapvető célja, hogy újabb ciklusra megválasszák, és ennek rendel alá sok mindent. De hogy kell ezt elképzelni, hogy ilyenkor valakik neki megsúgják, hogy mi lesz? Én ezt feltételezni se tudom. Úgy gondolom, hogy annyira bölcs volt, hogy ő egy hónapra előre tudta, hogy háború lesz. Ő tudta azt, hogy csak időkérdése az orosz kőolaj és földgáz leállítása. Ő tudta, hogy Európát el kell látni, honnan USA-ból sokkal drágább ér. Nyilván most kicsit ironizálunk Ursula von der Leyenen, de ön szerint ő, mert ez a lépés még akár azt is mondhatjuk, hogy jól vezeti az Európai Uniót. Jól vezeti az Európai Uniót? Véleményem szerint nem, és nagyon sajnálom, hogy nem. Annak idején többek közt a Fidesz szavazatával választották meg, szűk többség választotta meg. Hát inkább ő, mint Manfred Weber nagyjából ez. A Manfred Weber akkor már kiesett, a Manfred Webernek rengeteg problémája volt, de az Ursula von der Leyen sincs a topon. Nagyon sajnálom, neki az egész múltja tele van kérdőjelekkel. Hát őről kiderült, hogy egy bejelentett, hogy Merkel utód lesz. Másnap elővették a doktoriát, kiderült, hogy rengeteg benne a másolás. Ő nagyon sok hülyeséget csinált, ezzel együtt ő lett Merkel támogatásával az Európai Unió egyes számú vezetője. Azzal kapcsolatban sok hallgatói kérdés érkezett, hogy a tanár úr el szokta mondani, hogy ő teljesen elképedt azon, hogy amerikaiak dolgoznak a titkárságán, és akkor, hogy de hát miért baj ez, biztos jó szakemberek? Kiváló, csak van egy problémám. Oroszoknak is kiváló szakembereik vannak, mégse dolgozhatnak ott. Hát ez biztonsági rizikó. Minden fontos döntés átmegy az Ursula von der Leyen titkárságán. Ezek egy része államtitok. Erről, ha amerikaiak tudnak, ez minősíthetetlen. Amerikai állampolgárok, akik Brüsszelbe költöztek, mert ott jobb a fizetés és finomabb a sör, igen? Vagy valójában amerikai ügynökök. Én ilyen szót nem mondhatok haza. Ki. Nyilvánvaló komoly kapcsolatuk van az amerikai nagykövetséggel. Az, hogy ők dolgozhatnak Brüsszelbe, ez a vicc kategória, európaiak soha nem dolgozhatnak az amerikai elnök titkárságán. Ugye, amit még Ursula von der Leyennél szoktak említeni, hogy egy SMS-sel rendelt gyakorlatilag olyan vakcinákat, aminek a szerződéseit még az európai parlamenti képviselők sem ismerhetik, és hogy a férje pedig aztán ezen gyógyszer Pfizer cégnél, így van. Gyakorlatilag igazgatósági tanács lett, meg kutatási olyan dolgokban, aminél nem is volt kutatás, szóval hogy egy kicsit ilyen zavaros a helyzet. Igen, csak ezt megint nem lehet bizonyítani. Tehát amíg nem lehet bizonyítani, addig az emberben kételyek vannak. Még egyszer, nagyon nagy kár, hogy elment ilyen irányba. Egyetlen európai vezető sem volt eddig, aki ilyen mértékben kiszolgálta az USA-t. Még Jean-Claude Juncker sem? Ő se, ő egy bűbájos alkoholista volt, rengeteg problémával, rengeteg hülyeséget csinált, de ilyet nem. És valaki, aki egy régóta német politikában résztvevő, sok gyermekes, konzervatív politikusnak számít, hogyan jut el ide? Tehát, hogy, vagy másra kérdezem, hogy lehet becserkészni egy politikust, hogy idegen érdekeket szolgáljon ki? Hát erre rengeteg módszer van, az egyik az anyagi, a másik az erkölcsi zsarolás, a harmadik a szex, de rengeteg egyéb van. Az Ursula von der Leyen családja az Egyesült Államokban él. Én azt is el tudom képzelni, hogy jó cselekedeteinek jelentős részét belső motivációból hagyja végre. Ez, jó, ez viszont még rosszabbá teszi a helyzetet. Mert én egy kicsit tényleg azt érzékelem, mintha az USA adna diszkrét jelzéseket, és azt az Európai Unió 200%-kal túl teljesíteni. És az Európai Unióban lévő vezetők, én nem érzem, hogy európai érdeket szolgálnának. Amikor von der Leyen helyettese azt mondja, hogy ne mossuk ki a ruhát, mosakodjunk hideg vízzel, szóval 2022-ben ezt mondani fölfoghatatlan. Mi lenne a tanár úr szerint az Európai Uniónak a saját érdeke? Európai összefogás, politikai összefogás, gazdasági, pénzügyi, katonai, és föllépni ahhoz, hogy negyedik hatalom legyenek, mert jelenleg 3 globális játékos van,
Európa periférián sincs annak, hogy globális játékos legyen. Ebből a politikai, pénzügyi, katonai összefogásból működik bármelyik a katonai, tudom, hogy nem, de mondjuk a gazdasági. A többi sem, papíron igen, gazdasági, elvileg igen, a valóságban mindenki a saját nemzet céljait szolgálja. Tessék megnézni egy vitát Brüsszelbe, tehát nem európai viták vannak, hanem a belgák, a hollandok, akárki képviseli a saját érdekeit. A politikaival kapcsolatban nekem az a vitám, hogy ott minthogyha valami fajta egységességre törekednének a lehető legfurcsább kérdésekben egyébként. A válasz az, hogy igen, a fő kérdésekben nem tudnak politikai egységre jutni. Tessék megnézni Oroszország felé menő politikába. Az EU kétharmada fegyverszünetet és békét akar, nem tudja az álláspontját érvényesíteni, ahol többségben van. A két vezető hatalom, a franciák és a németek ebben a kérdésben közös álláspontot mondanak. A Macron azt mondta, hogy nézzük meg, hogy mik a putyini biztonságpolitikai érdekek. Azonnal neki mentek. A Scholz egy órán keresztül beszélt Putyinnal, hogy végre valami történjen, és ne az történjen, amit a amerikaiak, kanadaiak, britek, lengyelek, skandinávok és baltiak akarnak. Na akkor végül, ha már Scholzot említette, és úgyis itt beszéltünk már Merkelről, meg pucskísérletről, meg mindenről, hogy látja Scholznak a szerepét, van neki egyáltalán bármi súlya az európai, vagy akár a német politikában? Én úgy érzem, hogy egy kiváló szakember, csak nem egy karizmatikus politikus. Tehát számomra a kérdés az, hogy egy a maradék 3 évet végig tudja vinni, a mai tudásunk szerint valószínűleg, nem biztos, valószínűleg igen, 2 van esélye 3 év múlva, erre a mai tudásom szerint azt számom, hogy nincs. Nógrádi György, köszönjük szépen. Én is köszönöm. A kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, ez volt a Kérdezzen Nógrádi Györgytől mai adása, és ahogy a műsor elején is említettük, a tanár úr feleségének, azaz Nógrádiné Kis Magdolnának, vagy hogy ne sértsük meg, N. Kis Magdolnának a Természetművészet című könyvét ajánljuk a szíves figyelmükbe. Tényleg nagyon jó album, úgyhogy érdemes rendelni, és akik megrendelik, ők féláron rendelhetik meg a Városligettől Zanzibárig című könyvet is. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra, viszontlátásra.